összenő, ami összetartozik. Így nyitotta meg dr. Rosta Szabolcs, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének elnöke, a ma megrendezett ünnepi közgyűlést. A szövetség az eddigieknél is nagyobb és szervezettebb nyitást kezdeményezett a határon túli intézmények felé azért, hogy határokon átívelő nemzeti eszmévé emelje a Magyar Vidéki Múzeum fogalmát. Céljuk, hogy a Kárpát-medence magyar örökségének múzeumi szereplői számára elérhetővé váljanak mindazok az előnyök és lehetőségek, melyek az Egységes Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségéhez való tartozást jelentik. A tagok kiválasztása a határon túliak esetében nehezebb feladat volt. A határon túl egy nagyon nehéz kérdés volt egyébként, hogy hogyan határozzuk meg azt, hogy ki a Magyar Vidéki Múzeum, vagy mi a Magyar Vidéki Múzeum, és kik jöjjenek. És az élet oldotta meg ezt a nehéz kérdést, hiszen rá kellett jönnünk, hogy aki jelentkezik, az jöhet. Magyarországi tagok esetében a magyar múzeumok és kiállítóhelyek közül, akik működési engedéllyel rendelkeznek, csatlakozhatnak a szövetséghez, melyben vagy teljes jogú, vagy pártoló tagként vehetnek részt. Dr. Décsei Sándor Tapolca városában található Vas Albert könyvtár és múzeum igazgatójaként volt jelen a mai eseményen. Úgy gondoltuk, hogy az intézményünk, a Tapolcai Városi Múzeum elérkezett arra a szintre, hogy csatlakozzon ez az országos szervezethez, hogy bekerüljünk a szakmának az országos vérkeringésébe intézményként, és ezen keresztül a kollégák személyes munkássága is ismertebbé váljon szakmai körökben. A szövetség úgy gondolja, hogy meg kell találni az egyensúlyt a gyorsan növekvő szórakoztatóiparba való beolvadás és a kevésbé vonzó tudományos stílus között. Felvállal céljuk a közgyűjtemények pozícionálása, specifikálása. A vidéki identitás meghatározása a múzeumok szemszögéből és fordítva. A határon túlról, Rimaszombatról érkező dr. B. Kovács István, a Szlovákiai Református Keresztény Egyház tudományos gyűjteményeinek igazgatója is elmondta, miért csatlakozott a szövetséghez. A mi csatlakozásunknak alapvető oka az, hogy az intézmény bekerüljön a szakmai vérkeringésbe, tapasztalatokat nyerjünk, személyi kapcsolatokat építsünk, és ezzel is elősegítsük a későbbi együttműködést, meg a saját tevékenységünknek is jobb keretet próbáljunk teremteni. A Kárpát-medence muzeológiai szereplőinek ilyen mélységű együttműködésére eddig nem volt példa, ezért történelminek számított a mai esemény. A szövetség a mai közgyűlésen több mint 20 határon túli és újabb 4 hazai múzeum tagfelvételi kérelméről döntött. A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége mintegy 90 tagjával az ország legnagyobb érdekképviseleti szervezeteként nőtte ki magát.